A 17 és 20 éves korosztályban már hetek óta tartanak a megyei futsalbajnokságok 22-22 csapat részvételével. Az MLS megyei igazgatósága a fiatalabbak számára is igyekszik játék lehetőséget biztosítani, így a 11-13 és 15 éves korosztály képviselői a hétvégén induló tornákon léphetnek pályára. Mint Vaka Árpád elmondta, közel 100 együttes nevezett a sorozatra. Évről évre növekszik a jelentkezők száma. Most mind a három korosztályban külön-külön több mint 30 sportegyesület nevezett, így majdnem 100 csapat fog részt venni ebben a három kiírásunkban. Most hétvégén indul, ahogy említettem, 6 helyszínen. Minden korosztályban igyekeztünk azért területi alapon beosztani a csapatokat, hogy a lehető legkevesebbet kelljen utazni a számukra. Február hónapban megrendezzük ezeket a területi selejtezőket, és az ott győztes, a 6 helyszínen győztes csapatok játsszák majd március elején, előreláthatóan március elején a megyei döntőket. Ugye a csarnokok adottak a megyében, ahol szoktunk rendezni futszált, így azért, ha lehet, akkor felsorolnám, tehát Csenger, Újfehértó, Gyulaháza, Levelek, Tiszavasvári, általában ezek ugye a helyszínek, Nyírbátor még, ahol lehet ilyen mérkőzéseket rendezni, és bízunk benne, hogy minden gond és probléma nélkül ez le fog zajlani. Természetesen ezen a tornán is csak olyan játékosok vehetnek részt, akik futszál érvényes versenyengedéllyel, valamint érvényes sportolósival rendelkeznek. A nagypályás bajnokságokban is hamarosan útjára indul a labda. A tavasz idénnyel kapcsolatos tudnivalókról az igazgatóság a hagyományos liganapon tájékoztatja a csapatok képviselőit. A rendezvény hétfőn 17 órakor kezdődik Baktalórendházán, a Degenfeld Művelődési Központban. Szeretném, hogyha minél több sportegyesület képviselője ott lenne, hiszen fontos információkat fogunk megosztani velük, ugyanis különböző szabályzatainkban is változások történtek, valamint ne felejtsük el, hogy azért 2020-21-es szezonban ugye a megye másodosztály is teljesen át lesz reformálva, hiszen 3x14 csapat fog most már részt venni, és ehhez kapcsolódóan egyébként az utánpótlás bajnokságok korosztályaiban, kiírásaiban is komoly változás lesz, amit ott a liganapon szeretnénk majd elmondani a csapatvezetőknek. Előtte szombaton a csapatvezetők pályára lépnek a hagyományos szövetségkupán a Filófoszi csarnokban, ahol a megyei igazgatóság, a kormányhivatal, a játékvezetők, az edzők és a média csapatával mérik majd összetudásukat.